Több mint 350 rászoruló ember részére biztosít életvitelszerű lakhatási lehetőséget az oltalom szeretett szolgálata telephelyein. A tisztálkodás és az étkezés mellett fontos az is, hogy minél hamarabb el tudjanak helyezkedni ezek az emberek a munkaerőpiacon, és önerőből tudják biztosítani önmaguk számára a megfelelő életkörülményeket. A legfontosabb tapasztalat az, hogy a ránk bizott hajléktalanok sokkal kreatívabbak és sokkal elkötelezettebbek a munkavilágában, mint azt gondoltuk volna. És én azt gondolom, hogy ennek az a két titka van, hogy erre rájöttünk, vagy két mozzanat. Az egyik, hogy olyan munkatársak dolgoznak velük, akik értik az ő élethelyzetüket, értik az ő sajátos gondolkodásmódjukat, világukat, és ezért tudják őket motiválni. A másik, hogy úgy találtuk ki a foglalkoztatásnak a program elemeit, hogy ők maguk is lássák, hogy amit dolgoznak, annak van értelme. Az állami támogatás megtérülésének egyik legfőbb bizonyítéka, hogy voltak olyan hajléktalanok, akik sikeresen integrálódtak vissza a munkaerőpiacra, és el tudtak költözni albérletbe. 2018-ban valamivel több, mint 22 millió forintból 5 munkakörben 12 főt tudtak foglalkoztatni. 2019-re közel 30 millió forint támogatást nyertek, amely 18 fő képzésére biztosít lehetőséget. Úgy érezzük, hogy két év után eljutottunk odáig, hogy kicsit szintet fogunk tudni ugrani, legalábbis a Varodát illetően. A Varodában olyan jó minőségű árukat készítenek a mi munkatársaink, hogy kísérletet teszünk arra, hogy egy üzleti részt is bekapcsoljunk, tehát hogy külső piacra, kvázi külső piacra is dolgozzunk. Erre az állami támogatás mellett is megvan a lehetőség, és a támogatókkal, a kormányhivatallal együttműködve dolgozzuk ki majd azt, hogy milyen területeket tudunk úgy működtetni, hogy ez külső piacon is versenyképes legyen az áru. Ennek érdekében megállapodást kötnek Nyíregyháza környéki vállalkozókkal. A paktum értelmében ezek a vállalkozások foglalkoztatnak majd egy-két olyan embert, akik gyakorlatban és mentálisan is felkészültek a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra.